Krisztián. A közvélemény nagyjából egy éve, bő egy évvel ezelőtt értesülhetett először arról, hogy te behatóan foglalkozol Mindszenty József történelmi szerepével. 2022. október 23-án jelent meg a Telexen a Ner és az ő bíborosa című cikked. Aznap adtál Zalaegerszegen Orbán Viktor a Mindszentineumot, a Mindszenty József látogató központot. Ha a kormány nem emeli be a maga panteonjába Mindszenty Józsefet, akkor foglalkoztál volna vele? Nem. Köszönöm szépen a beszélgetést. De megmondom, hogy miért, most van a kérdés, ha a kormány nem teszi Mindszentyt a magyar emlékezetpolitika központi alakjává, akkor nem foglalkoztam volna vele, és pedig azért nem, mert az, hogy egy történeti elbeszélésben, illetve egy értelmezés szempontjából mi fontos, azt ugye az jelöli ki, amit az emlékezetpolitika fontossá tesz. Ez a könyv egy tükör kívánt lenni az emlékezetpolitikának, ez bevallott célja is volt, mert azt gondolom, hogy ez az emlékezetpolitika hazugságokra és súlyos tévedésekre meg csúsztatásra alapul, és ezért káros és önveszélyes. Tehát ha nem lett volna ez az emlékezetpolitika, akkor nyilván nem írok Mindszenty könyvet. Egy átlagosan, vagy kicsit az átlag fölött tájékozott, de nem történész magyar ember, az korábban nagyjából annyit tudhatott Mindszentyről, hogy egy ultrakonzervatív főpap volt, de antikommunista, legitimista, nem szerette Hortét, a nyilasok is, és a kommunisták is bebörtönözték, ellenezte a kollaboráns békepapi mozgalmat, kitartott az önkéntes rabsága mellett az amerikai követségen, szóval ez éppenséggel egy vállalható hagyomány is lehet. Miért baj, hogyha most a kormány még az egyház előtt jelképesen szenté avatja? Hát az a gond, hogy önmagában valaminek a tagadása egyrészt, tehát az, hogy valaki antikommunista, az nem garancia arra, hogy az illető egy emlékezetpolitikai példakép is lehet, mert hát a nácik is antikommunisták voltak, igaz nem mindig, tehát ezt is hozzá kell tenni, hiszen volt egy összeborulásos korszak is 39-41 között, de nem is ez a lényeg, hanem amikor megvizsgáljuk ezeket a fogalmakat, hogy mit jelent mondjuk Mindszenty esetében az, hogy legitimista, vagy hogy miből állt a nyilasokkal, illetve a kommunistákkal szembeni ellenállása, és milyen alapokon nyugodott, akkor azért előjönnek a problémák. Tehát, hát ezt próbáljuk ma szétszárazni. Igen, igen. A könyvedből azt raktam össze, hogy nagyjából három párhuzamos Mindszenty hagyomány, vagy Mindszenty narratíva létezik. Van Pém József, később Mindszenty József természetes személy, mint történelmi szereplő, akinek a megítéléséről lehet történészi diskurzust folytatni. Van az a politikai szerep, vagy magatartásmód, amit már az ő életében is mindszentizmusnak neveztek, és ami ettől azért eltart egy kicsit. És végezetül van a katolikus egyháznak a hivatalos, hagiografikus szemlélete, hiszen itt egy boldoggávatási, szertartási, legalábbis eljárás szereplőjéről beszélünk. Mennyire elválasztható ez a három dolog, és mennyire kell elválasztani? Hát nagyon el kell választani azért, mert hogy az egyháznak a boldoggá, illetve szenté avatási eljárása az egy történészt nem köt semmiben sem. Már csak azért sem, mert hogy egyrészt hiába azonosak lennének elvileg az eszközök és módszerek, tehát amikor egy boldoggá és szenté avatás eljárás van, akkor is van ördögügyvédje, vannak elvileg tények pro és kontra, ezeket mérlegelni kell és figyelembe kell venni, de ugye az eljárás lezárul,
vége, finalista módon Róma döntést hoz, és ettől kezdve az illető szent. És ezt nem veszik elő újra, bár elvi lehetőséggel, kérdeztem egyébként katolikus egyházi személyeket, hogy elvileg lehet-e az, hogy van valaki, akit szenté avattak, és újra előveszik az eljárást, és ezt visszacsinálják. Nincs ezt tiltó klauzula, de ilyen nem történt meg a katolikus egyház története folyamán. Ezzel szemben egy történész munkája sose lehet finalista, tehát az enyém se lehet az. Nem mondhatom azt, hogy én mondtam ki az utolsó szót ebben az ügyben. Mindig lehet valaki, aki ezt másképp interpretálja magukat a történetmi tényeket, illetve kerülhetnek adott esetben elő új tények. Tehát emiatt ez a kettő nem lehet azonos. A másik, hogy egy egyházi eljárásnak nyilván egyébként a vizsgálati szempontjai is picit mások, mint a történészé, mert itt a négy alapvető erény, illetve a hit, remény és szeretet terén mutatott példás helytállást vizsgálja az egyház, én pedig egy történelmi szerepet vizsgálok. De hozzáteszem, szerintem egyébként maga a szent, illetve a boldoggáavatási eljárás is ezer sebből vérzik, tehát nem lett volna szabad ezt így megcsinálni, de ez nem az én problémám, ez az egyház problémája, és az egyháznak kell megoldani. Egy dologra utalnék, hogy a Mindszenti kapcsán legfontosabb publikációk azok 2008 után jelennek meg, viszont maga a boldoggá, illetve a szentélyváltási eljárás dokumentumainak összeszedése az korábban zárul le. Tehát akik erről elvileg döntést hozni hivatottak voltak, azok nem voltak az információk birtokában. Ez egy picit még beszéljünk erről, és aztán tényleg a történészi részéről ennek, de engem azért is érdekel, hiszen te magad is katolikus vagy, erről többször beszéltél, és itt van egy katolikus egyházi jogi folyamat, aminek kapcsán például Ferenc pápa 2019-ben azt mondta, hogy sarkalatos erényeket, az okosságot, az igazságosságot, a mértékletességet és a lelki erősséget külön-külön és együtt véve is hősies fokon gyakorolta, mármint Mindszenti. Erre te külön kitérsz a könyvedben, tehát mégiscsak reagálsz valahogy erre a boldoggáavatási beatifikációs eljárásra. Hogyha megtörténik ez, bár ez elég régóta húzódik, hogyha jól értem, akkor katolikusként megadod majd a kellő tiszteletet a boldoggáavatott Mindszenti bíborosnál? Szerencsére egy hívőt nem egészen úgy kötnek az egyházi előírások és dogmák, mint mondjuk a katolikus egyháznak egy hivatásos tagját, egy felszentelt papot, de ez egy lelkiismereti problémát fog okozni nekem. Tehát attól, hogy Róma ki fog mondani adott esetben egy döntést, amennyiben ezt nem tudja megindokolni, itt ebben a könyvben van egy gondolatmenet, lehet, hogy rossz, de mégiscsak akkor az egyháznak elvileg feladata lenne ennek a cáfolata. Ha ez nem történik meg, én hatalmi szóval nem fogadhatok el egy rámot oktroyált döntést, mert attól gyomorfekélyem lesz. De Erdő Péter azt mondta, hogy igazából már új adatokat nem gyűjtenek, már csak valamiféle csodás ima meghallgatásra van szükség. Így van. Ez Erdő Péter véleménye erről az ügyről. De szerintem ez a vélemény súlyosan téves, viszont teljesen konzekvens. Tehát a magyar egyház jelenlegi állapotát illetően engem ez nem lep meg. Mielőtt ide elindultam, a Mindszenti Alapítvány kiadott egy közleményt, ami mégiscsak a csodákra utal, mert ez úgy tulajdonképpen reagál erre a mi beszélgetésünkre. Ezt azért felolvasom, és erről még beszéljünk egy kört. Szóval november 21-én mutatta be az Open Books kiadó Ungvári Krisztián Mindszenti Mítusz című könyvét, melynek fontosabb állításait a Mindszenti kutatás mérvadó történészeinek munkái nem támasztják alá. Ahogy korábbi nyilatkozatunkban a szerző 2022. október 23-ai publikációval kapcsolatban fogalmaztunk, némileg olyan ez az írás, mint egy kegyeletsértő karikatúra. A Magyarországi Mindszenti Alapítvány fontosnak tartja a bíboros életművének tudományos vizsgálatát, sokrétűbb ismeretét és árnyalását, ugyanakkor tiszteletben tartását is. Ezért szükségesnek tartjuk tájékoztatni a bíboros tisztelőit, hogy ez a kötet szerzőjének túlzó, egyoldalú vagy megalapozatlan vélekedéseit tükrözi, tartalma és hangvétele sajnos nem méltó a bíboros egyházi és nemzeti közösségünkben élő emlékéhez.
a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma nevében Kovács Gergely viceposztulátor, alapítványi képviselő. Ugye a viceposztulátor az a boldoggálvatási eljárásnak egy szereplője. Nem tudom megítélni, hogy ez most egy politikai vagy egy egyházi vélemény, a kettő között lebeg. Erre van valami válaszod? Szerintem ez a hagiográfia megnyilvánulása. Ugye a hagiográfia az a szentekről szóló, az ő életüket bemutatni kívánó, és nyilván a szent cselekedetekre fókuszáló munka, ami nem érintkezik általában a történettudomány eredményeivel. Ettől még nem illegitim, tehát ugyanúgy, hogy a mesekönyv sem illegitim, és még számos más dolognak van helye az életben, de ezzel egyrészt nem tudok mit kezdeni. Az nyilván humoros, hogy kiadnak egy közleményt úgy, hogy még nem beszélgettünk itt. Az is humoros, hogy nem írják le, bár ebből az következik, hogy a könyvet le is kéne fóliázni, és valamilyen figyelmeztető felirattal ellátni, hogy azok, akik számára Mindszenty egy fontos személy, az ne vásárolja meg. Ezt is megértem. A legnagyobb önellentmondás azonban mégiscsak ott van, hogy amennyiben nekik fontos Mindszenty személye, akkor annak tokkal és ónóval kellene fontosnak lennie. Ez azt jelenti, hogy annak a személynek minden megnyilvánulása fontos kell, hogy legyen, és lehetővé kell tenni, hogy erről vitát lehessen folytatni. Speciál a Mindszenty Alapítvány megtagadta tőlem a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amiket őriznek. Én abban nem kutathattam, pedig ezt kértem tőlük. Speciál a Mindszenty Alapítványnak eddig is lehetősége volt arra, hogy tételesen reagáljon azokra az állításokra, amit én ebbe a könyvbe tettem, ezt nem tette meg. Pont ők voltak azok, akik úgy beszélgettek az állításaimról egyébként egy tévéműsorban, hogy engem oda nem hívtak meg. Négy ember leült, és Ungvári Krisztiánról beszélt, és Ungvári Krisztián nem lehetett jelen. Ez mondjuk egyébként az állami tévében nem meglepő, de ezt azért rögzítsük. És ezt követően is, tehát soha nem rajtam múlott az, hogy ebből ne legyen vita. Én kifejezetten kérném is a Mindszenty Alapítvány képviselőit, hogy cáfolják meg, amit írtam. Innen is biztatjuk őket, hogy akkor vállalják a vitát akár a véleményük fenntartásával. Még mielőtt a történészi kritikákra vagy véleményekre térnék, egy mondatot muszáj beszélni a politikai támadásokról is, csak annyiban, hogy ezek léteznek, még mielőtt a könyv megjelent volna, és azóta, hogy megjelent még inkább, rengeteg durva, személyeskedő támadást lehet olvasni a személyeddel kapcsolatban. Csak az a kérdésem, hogy számítottál erre, vagy ilyenkor ez be van árazva, hogy ez ilyen? Hát szerintem egyébként nem volt olyan sok. Úgyhogy... Az én tűrőképességemet biztos, hogy feszegette volna, de edzettebb vagy. Az a helyzet, hogy ha valaki emlékezett politikai kérdésekbe véleményt nyilvánít, az óvatlanul azzal fog járni, hogy az nem fog mindenkinek tetszeni. És nem véletlen, hogy nem minden kollega foglalkozik emlékezett politikai ügyekkel, vagy ezek történészi vizsgálatával. Én tudom, hogy ez sokaknak nem fog jól esni, de szerintem nekik is jobb, ha az igazságot tudják, mert hogy az szabaddá teszi őket is. És éppen ezért azt a konfliktust, ami ezzel kapcsolatos, azt egyrészt vállalom, másrészt csak megerősít abba, hogy fontos az, amit csinálok, mert hát valahogy reagálnak rá az emberek. Úgyhogy engem ez nem zavar. Nyilván valamikor nem esik jól a személyeskedés, de mivel ugye a Kuruc Infón is egy éven keresztül állandó szerző voltam egy holokausztagadásos kérdéssorozat megválaszolásában, és ott is, hogy is mondjam, erre különböző reakciók jöttek, és ezt nem moderálta senki. Ez engem tulajdonképpen ott nem zavart, sőt, mély megelégedéssel töltött néha el. A történelem sok, tehát mindenki érthet hozzá, nem kell történelem szakot elvégezni ahhoz, hogy valaki történész lehessen, ezt nem gondolom, de mégiscsak ennek is vannak szabályai. Ez is egy szakma, valamilyen módon egy állításra a logika szabályai szerint kell reagálni, az állításokat bizonyítani kell tudni, és így tovább. Minden egyéb az, hogy is mondjam, csak a szélzúgása.
azt hittem egyébként sokáig, hogy csak a közelmúlt, félmúlt kavar ilyen indulatokat, tehát még a 20. század közepéig, de amióta belenéztem, hogy egy honfoglalásra szóló történelmi cikk alatt milyen kommentek vannak, azóta semmit sem csodálkozom, de most nem erről beszélgetünk. Mielőtt megnéznénk a Mindszentiről szóló legfontosabb állításaidat és az azokra adott történészi válaszokat, véleményeket, először egy észrevétel, hogy jól értem-e, hogy te és a kritikusaid is, már hogy a komoly kritikusaid, elfogadjátok hiteles alapnak Balogh Margit Mindszenty József című kétkötetes, 1500 oldalas monográfiáját, mert te is, ők is egyként hivatkoztok rá. Mi lehet az oka, hogy ugyanabból a könyvből mást olvastok ki? Igen, tehát föltétlen elfogadjuk Balogh Margit munkáját, mint az eddigi legteljesebb Mindszenty monográfiát. Az, hogy mást olvasunk ki belőle, ez egy jó kérdés, de a helyzet az, hogy szerintem a Mindszenty tisztelők az állításuk jelentős részét nem tudják egyébként levezetni abból a monográfiából, csak hogyha azt iszonyatosan szelektív módon használják. Én nekem sok ponton más végkövetkeztetéseim voltak, mint Balogh Margitnak, de azt meg kell mondjam, hogy ő egy nagyon alapos munkát végzett. Gyakorlatilag nincs olyan forrás, amit ne tárt volna fel. Nem tett fel bizonyos kérdéseket szerintem, amiket fel lehetett volna tenni. De ez egy kompetens munka, és ettől szép a történettudomány. Ez egy diszkurzív tudomány, tehát attól, hogy van egy 1500 oldalas Mindszenty monográfia, szerintem én itt tudtam újat mondani. Most nincs itt Balogh Margit tudtommal, de amikor ő ennek a kéziratát bírálta, és nagyon sok kritikus megjegyzést fűzött hozzá, amiből én egyébként nagyon sokat meg is fogadtam, voltak helyek, ahol ő is azt írta, hogy ez egy érdekes felvetés, amire ő korábban nem gondolt. Ugye ez egy olyan munka, visszacsatolva az előzőre, ami a szentélyavatási vagy boldogavatási eljárás után jelent. Így van, mert hogy ez, ha jól emlékszem, 2015-ben vagy 2013-ban, de mindenképpen jóval később. 15 talán. Igen. Lehet, hogy rosszat nézek, de minden esetre a közelmúltban. Nézzük majd akkor egyenként ezeket a legfontosabb állításokat, amiket egyébként a könyv végén te is összefoglalsz, tehát tulajdonképpen a te tematikád szerint haladunk, és hát mivel sokan nem válaszolnak neked, most kénytelen leszek én egy kicsit a advokátus diaboliként, hogy részszerűen fogalmazzak, a neked írt vagy az állításaidra reagáló válaszok alapján ellenérveket mondani. A legsúlyosabb felvetés az egész könyvben szerintem az antiszemitizmus, Mindszenty antiszemitizmusa és ennek különböző korszakai. De azt állított, hogy Mindszenty az 1920 utáni egyházi antiszemitizmus aktív alakja volt, és nagyrészt fikciókon alapul, hogy később zsidómentési akciókban vett volna részt. A veled vitatkozók szerint pedig Mindszenty antiszemitizmusa nem tér el a korszakra általánosan jellemző vallási türelmetlenségtől, és egyébként is éles helyzetben utóbb igenis bátran lépett fel az üldözöttek mellett. Kezdjük az első világháború utáni évekkel, hiszen itt is vannak korszakok, Mindszenty zalai apát plébánosi korszakával. Mi is történt ekkor? Azért egy dologra hagyd reagáljak, szerintem nem az igazán az első számú és legfontosabb baj Mindszentyvel, hogy antiszemita volt. Tehát, hogy ezt nyilván sokan szívesen akasztják a nyakamba, hogy megint ezt a kártyát húzzuk elő, és hogy politikai bunkósbotként ezt alkalmazzuk, úgymond, mint taktikai atomcsapást. Egy csomó más probléma van, mint szerintem, ami szerintem fontosabb. Fontos. Igen, de ez fontosnak tartottam. Akkor az a helyem, hogy na ez a fontos. Igen, szerintem nem ez a fontos igazán, de nem is jelentéktelen. És ha megnézzük ezeket az első zalai éveit, a Zala megyei újságnak kevés száma maradt fent, de az, amik elérhetőek, hát abban egészen elképesztő publicisztikák vannak, bár ez is igaz, hogy ezeket nem Mindszenty írja, de ő a szerkesztő. Amit ő ír, az egy 1920-ban kiadott pamflet, ami a Szentbeszédeit tartalmazza, az nagyon durván antiszemita. De egyébként van egy munkamegosztás, tehát mivel Mindszentynek a főnöke Mikes püspök egy filoszemita nézetű ember,
és ezzel valószínűleg Mindszent József is többször szembesül, tehát van egy mérséklés, amire őt intik, és ezért ő inkább saját maga durván antiszemita szövegeket nyilvánosság előtt nem produkál, hanem ezt rábízza a szerkesztőire. De ettől ez a helyzet még nem lesz sokkal jobb, sőt, hát vörös vonalként vonul egyébként végig ez, hogy 1945 után is a bosszúálló zsidóságról tud értekezni alapvetően, tehát nem az merül fel benne, hogy esetleg az egyház talán hibázott, és hogy jobb lett volna talán egy kicsit több empátiával közelíteni ehhez a kérdéshez, hanem alapvetően azt vonta le a történtekből, hogy hát itt a zsidóság most mindenféle kárpótlást akar, ami tulajdonképpen nem is járna, hiszen a mások is sokat szenvedtek. Ez pedig a teljes félreértése, azt gondolom, annak, ami történt, meg annak a felelősségnek, ami Mindszenty Józsefé, de ő is azért változott, tehát, hogy először nem volt probléma például számára zsidó javak kiigénylése egyházi célokra, aztán egy idő után rájött, hogy ez mégse jó, és becsületére legyen mondva, ezt akkor már egy belső körlevélbe nem engedte meg. Azt se engedte meg, csak éppen nem tudta megtiltani, mert ettől függetlenül ez létrejött. Ez a magyar holokauszt egyik legszégyenteljesebb eseménye bizonyos szempontból, bár nagyon nagy a választék. A Veszprémi Tedeum ügye, ami arról szól, hogy amikor a zsidóság deportálása Veszprémben véget ért, akkor ott egy katolikus templomban ezért hálaadó istentiszteletet rendeztek. Ez a híres nyilas mise. Amit Mindszenty ugyan nem engedett meg, nem volt akkor elérhető, vizsgálatot is indított az ügyben, de nyilvánosság előtt viszont nem büntette meg azt, aki ezt rendezte, tehát nem úgymond kifele azt nem tette egyértelművé a hívek számára, hogy az, ami itt történt, az sehol, semmilyen szinten nem egyeztethető valaki össze. Valaki azt írta ellenérvként, hogy áthelyezte ezt a ferences házfőnököt, vagy kicsodát, aki a közvetlen felelős volt, tehát, hogy tulajdonképpen megbüntette. Egy gyönyörű, csak ugye erre mondja Bibó István, hogy hiányzott az a legfelsőbb helyről, vagy kompetens helyről jövő egyértelmű gesztus, ami nyilvánvalóvá teszi a híveknek azt, hogy mi is itt az, ami történik. Tehát aki elment erre a Tedeumra, az honnan tudta meg későbbiek során, hogy ez egy rossz döntés volt ez a Tedeum? Megmondta neki bárki is? Nem. Senki nem mondta meg, mert hogy Mindszenty nem vállalta fel azt a konfliktust, hogy nyilvánosság előtt kiálljon, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem lehet csinálni. És hogyha az merül, hogy mekkora kockázatot vállalt volna ezzel, mert hogy kivégzik erre, az a válaszom, hogy ez biztos nem történt volna meg, tehát még a nyilas hatalom átvétel előtt vagyunk egyébként. A nyilas párt a Sztójai kormányzatban nem vesz részt, tehát egy ellenzéki párt pro forma, és nem történt, azok ellen, a papok ellen, akik ebben az időben nyíltabban felléptek, mint Mindszenty, nem történt semmiféle, hogy is mondjam, felelősségre vonás, de Németországban, ahol egy sokkal súlyosabb diktatúra volt, Gálen püspöktől kezdve elég sok felső egyházi vezető már 39-ben, 40-ben a szószékről például az eutanázia programot el tudta ítélni és pogányságnak nevezni. Tehát van egy csomó pozitív példa, Márton Áront is mondhatnám, akik a dologban sokkal egyértelműbben nyilvánultak meg, és hozzátenném, majdnem mindenkinek vannak antiszemita megnyilvánulásai korábbról, tehát biztos, hogy Márton Árontól is találunk olyan mondatot, ami mai értékítéletünk szerint antiszemita. Nem az a kérdés, hogy előbb bányázható-e egy ilyen mondat vagy megnyilvánulás, hanem az a kérdés, hogy magára az életműre mi az, ami igazán jellemző. Slachta Margitra, aki az egyik legmegrendítőbb zsidómentő, gondolok itt arra, hogy már 1941-ben a Kamenyec-Podolszki tömegmészárlás kapcsán nagyon határozottan fellép. Slachtának is vannak antiszemita mondatai korábbról. De ezek nem érvénytelenítik azt, ami a későbbiekben történik, sőt, mutatják az elképesztő emberi erkölcsi drámát. Tehát, hogy lehet változni, mindig újra lehet gondolni. És hát Mindszentynél ezt az újra gondolást, ezt ha látni is, nagyon-nagyon pici millimétereket látunk, ahhoz képest, hogy Slachta Margit kilométereket gyalogolt, úgymond, ezen a képzetbeli
damaszkuszi úton. És hogyha visszamegyünk még egy e témában egy kicsit az időben, van egy fontos állításod, ez pedig az, hogy részben az ő cikkei, vagy hát az ő lapjának cikkei hatására tört ki 1919-ben pogrom Tapolcán és Disszelen, ahol 8 embert megöltek, egy ember csoportosan megerőszakoltak, ez elég súlyos állítás, és mennyire okadatolható a közvetlen kapcsolata Mindszenty, a lap és a pogrom között? Igen, ez egy nagyon vékony palló, mert az nem igaz, hogy a Mindszenty cikkei miatt robbant ki pont a pogrom Tapolcán, ugyanis a pogrom kirobbanásának konkrétan azok a röplapok voltak az okai, amelyeket Budapestről, illetve máshonnan az ébredő magyarok terjesztettek. Az más kérdés, hogy Mindszenty ugyanezeket a szövegeket szintén terjesztette Zalaegerszegen. Itt igazából, ami felvethető vele szemben, az a bűnpártolás. Tehát, hogy van egy egyértelmű pogrom, ahol legalább 11 embert meggyilkolnak, és több száz embert kirabolnak, tehát egy nagyon durva erőszaksorozat, és akkor ezek után az Alamegyei újságban az erre reagáló számban 4 cikk is megjelenik, mind a 4 az áldozatokat hibáztatja, élcelődik azon, ami történt, és hecnek nevezi. Tehát zsidó hecnek nevezi azt, amit történt. Most a zsidó hec az, hogy megerőszakolnak fiatalkorú lányt, és talán meggyilkolják, szerintem az nem zsidó hec. Mint ahogy a celdömölki zsidó hec, amit szintén ugyanaz az újság említ, az konkrétan az egy lefejezés volt. Tehát 1919-ben egy pogrom sorozat volt Nyugat-Magyarországon, és ha csak az Zala megyei újságból tájékozódna az ember, akkor azt gondolná, hogy hát itt ilyen kis vicces pajeszhúzogatások történtek, de hát nem az történt. És ez mondjuk minimum nem csak az empátia hiánya, ez a bűnöző feldicsérése igazából. Tehát ez egy, a korabeli BTK szerint ez egy büntetési tétel. És akkor, ne csak a bűnöket, hanem a erényeket is, vagy jótetteket is nézzük. Ugye legtöbben azt szokták mondani, hogy az ő antiszemitizmusa vagy zsidókkal kapcsolatos véleménye az mindenképpen változott, hiszen a vészkorszakban ő zsidókat is mentett, amire te azt mondod, hogy ez jó részt fikció. Így van, mert hogy a zsidómentést azt ahhoz kötik, hogy Mindszenty is aláírta azt a püspöki nyilatkozatot 1944. novemberében, ami a Nyilas kormánynak szólt, és ami részben egyébként letartóztatásához is vezetett, de hát nem ez a nyilatkozat mentette meg úgymond a budapesti zsidóságot, sőt, tehát ez a nyilatkozat önmagában sajnos senkit sem mentett meg. Ha az a kérdés, hogy Mindszenty József kiállt-e akár csak egyszer életébe, és mondta-e nyilvánosság előtt azt, hogy önmagában azért, mert valaki zsidó vallású, nem szabad az ő életét elvenni. Van ugyan egyszer van egy ilyen mondat, amit mond, hogy legyen bírói ítélet nélkül senkinek az élete nem vehető el. Hát szép egyébként, tehát nem is mondhatott volna egyébként mást. Ez mondjuk az, ami itt az embermentés. És én ezt egy picit keveslem. Tehát ennél tovább tudott azért menni, akár Márton Áron, akár Apor Vilmos, és még sok, Zadravec István, aki pedig az ébredő magyaroknak a főzászlója volt, mint ferences szerzetes és püspök, aztán a frankhamisítási botrány miatt erről a püspöki rangjáról lemond. Tehát Zadravec nem volt egy egyszerű ember, mégis konkrétan a templomba prédikálta ki azt, hogy zsidó csillagot kell hordani, hogy ez milyen gyalázat, és hogy ezt nem lehet. És maga vágta le például az oda betérő hívekről, és mindezt már a nyilas korszakban. Mindszenty ilyesmiket, ilyen gesztusokat nem tett. Akkor menjünk is egy következő témára. Azt írott, hogy Mindszenty soviniszta nézeteket képviselt azzal, hogy más nemzetekkel szemben a magyarság történetét kizárólag az áldozatiság szempontjából értelmezte, amire az a válasz, hogy hát ebben is csak megfelelt a Trianon utáni korszellemnek. Hát igen, itt ez a jó kérdés, hogy ő ennek a korszellemnek a sodrott
úszadékfája, vagy pedig egy aktív alakítója. És azért ő eléggé intenzív publicisztikai tevékenységet is végzett, nagyon-nagyon aktív pap volt, tehát nem volt egy lusta ember. Az biztos, hogy egy végtelenül aktív valakiről van szó, de hozzáteszem, ha igaz lenne az, hogy ő megfelelt a korabeli közhangulatnak, akkor miért ő a példakép? Hát annak kéne példaképnek lenni, aki adott esetben a közhangulattal szembe menve, vagy a közhangulatot felülmúlva valamilyen plusz erényt testesít meg. Az, hogyha valaki csupán azt teszi, mint bárki más, akkor miért ő lesz az a pont, akire példaképként mutogatunk. De a fő problémájuként Mindszentivel pont itt ezzel a soviniszta hozzáállásával ragadható meg. Tehát szerintem az életműnek ez a legveszélyesebb és legszomorúbb része, ugyanis sok közép-európai példa van Romániában vagy Szerbiában, amikor az ottani ortodox egyház vezetői heveny nacionalisták, és mint olyanok, Romániában van a legtöbb példa, talán Teosztis, Pátriárka és mások, akik pont a magyarság kárára terjesztik az ott aktuális román nacionalizmust. Amennyiben nekünk ez fáj, amennyiben kifogásoljuk azt, hogy mondjuk a csángóknak nem lehet magyar papja, illetve hogyha van ugyan magyar származású papja, az is csak románul misészet, akkor Mindszentivel szemben is ugyanezt a kritikát meg kell engednünk, hogy az se normális, ha valaki a murak közben mindent megtesz azért, hogy az ottani hívek ne az anyanyelvükön misészhessenek, hanem magyarul. Tehát nem lehet kettős mércét használni szerintem ebben az ügyben. A másik, amiről írsz, az a protestáns felekezettel szembeni ellenséges megnyilvánulás. Mennyire volt ez egyedi? A kritikusai szerint ebben is megfelelt a korszellemnek, korábban az egyházak így gondolkodtak egymásról, de aztán ők is mondják, hogy Mindszenty elfogadta a ökumené gondolatát, és szakította ezzel. Igen, Mindszenty elfogadta az ökumené gondolatát, de csak azért, mert egyházi szerepe elé egy politikai szerepet helyezett, nevezetesen azt, hogy neki a teljes magyarságot kell képviselni, mint politikai vezető. Ezzel nem lett volna gond, hogyha őt valaki megválasztotta volna, de nem választotta meg senki. Tehát ő csupán a katolikus egyház egyébként teljesen jogszerűen kinevezett egyházi felső vezetője. Ebből adódóan az egyházat képviselheti. A magyarság egészét nem. Erre semmi nem jogosítja fel. És dologban tényleg az az érdekes, és ez bizonyos mértékig relativizálja az antiszemitizmusát, hogy a nullus clausust azt a reformátusok ellen is helyesnek tartotta volna, tehát konkrétan nyilván tartotta Zala megyében, hogy hány református jegyző van, és azt követelte, hogy a megyei arányszámnak megfelelően legyen református jegyző, meg tanár. A Hortival szembeni tartózkodása is erre vezethető vissza? Jelentős részben, mert ugye egy probléma, hogy Horthy református, egy másik probléma ugye, hogy a jogszerű, vagy Mindszenty szerint jogszerű uralkodót azt nem engedte visszaülni a királyi trónra. Tehát ha azt még mondhatnánk, hogy ez egy pozitívum is Mindszenty részéről, hogy Horthy Miklóssal szemben távolságtartó. Csak az a baj, hogy nem azért, mert hogy felismerte volna azt, hogy Horthy Miklós, mint kormányzó szerény képességekkel rendelkezik, hanem azért, mert református. Na most szerintem sok politikus van, aki református, de nem ez a probléma vele, hogy református, hanem a politikai tettei. A magyar miniszterelnök is református, és nem ezért kell kritizálni. Ugye van ennek a protestánsokkal szembeni ellenállásának egy egészen szélsőséges megnyilvánulása, persze kevéssé agresszív, vagy nem kiszorítanak arra ezzel embereket állásukból, de mutatja ennek a mélységét, hogy ő talán az utolsó katolikus pap Magyarországon, aki nem engedi a himnuszt elénekelni a templomban, mert hogy abban az van, hogy megbűnhődte már a nép a múltat csövendőt, és ez pedig hát valamiféle predestinációs protestáns ármánynak tekinti, amit már a 19. században hát meghaladottnak tekint a katolikus egyház is. Így van, ezt te is megírtad, ha jól emlékszem, és mutatja, azért az egy
végtelen kicsinyes dolog, hogy március 15-én, ha jól emlékszem, először akkor történik ez az eset meg, ő fogja magát és tüntetően távozik a templomból, mert hogy nem tudja elfogadni azt, hogy itt a himnuszt elénekeljék. Tehát ez a mai eszünkkel felfoghatatlan kicsinyesség, nem is érthető. Mert ez azért érdekes számomra ez a történet, ez már jelképez valamit az ő avítságába, vagy ultrakonzervatizmusából, vagy nem is tudom, ultramontán katolicizmusából, hogy ez összefügg azzal, amit írsz, és talán az egyik legizgalmasabb és legújszerűbb állítása a könyvednek, hogy Mindszenty legitimizmusát eddig azért nem nagyon kérdőjelezte meg senki. Te azt írod, hogy inkább fajvédő volt, mint legitimista, hogy a legitimizmusból kizárólag a Habsburgok trónra emelése érdekelte, a dualizmus liberális hagyományaival viszont hát, nem volt jó viszonyban, ezt elutasította. De ez inkább csak valamiféle ultrakonzervativizmus, nem pedig fajvédelem, hogyha én ezt vitatkozhatok ezzel. Hát az mondjuk ultrakonzervativizmus csak ugyan, hogy valaki helyteleníti a polgári házasság intézményét, és ezt meg akarja szüntetni, és az is ultrakonzervativizmus, hogy a vegyes házasságokat se tartja helyesnek. Az azonban szerintem inkább már a fajvédelem kategóriával írható le, amikor magyar soviniszta propagandát űz. De ez ott is megnyilvánul, hogy 1920-ban az Ébredő Magyarok Egyesületének szervező helysége az azonos Mindszenty József hivatalával. Tehát pontosan az Alamegyei Újság, az Éme és Mindszenty, ezek összefonódnak, mert Mindszenty a kiadó. És hát azért az Ébredő Magyarokat talán nem kellett annyira bemutatni akkor, hogy az egy ultra fajvédő, tulajdonképpen náci társaság, nem tudok más szavakat találni erre, Mindszenty ezt helyeselte. Igen, mert kétségtelen, hogy a legitimista mozgalom ebben az időben, ha nem is minden legitimista, de hát úgy a fősodor, az inkább képviselt valami demokratikusabbat, mint a regnáló Horthy rendszer. Viszont Habsburg Otto az emigrációban találkozott Mindszentyvel. Ez nem annak a jele, hogy hát legalábbis utólag legitimizálta a legitimizmusát? Hát attól, hogy Habsburg Otto találkozott vele, velem is találkozott, de ez önmagában mit legitimál? Tehát ráadásul, amikor Habsburg Otto Mindszentyvel találkozott, akkor ő nem csak Mindszentyvel, hanem úgymond a mindszentizmussal találkozott, meg miért ne találkozott volna vele. Ami lényeges, hogy ezen a találkozón egy szóval nem beszéltek egyetlen egy politikai problémáról sem. Tehát Mindszenty nem kérte Habsburg Ottót arra, hogy ha hatalomra kerül, akkor csinálja vissza a polgári esküvőt, csinálja vissza az emancipációs törvényt, és csináljon még vissza a számtalan más dolgot, őt pedig nevezze ki zászlósúrrá és adjon alá a bandériumokat. Ilyenekről nem beszéltek, pedig Mindszentynek ez volt igazából a vágyam, amiről én most szóltam. A legitimizmus még az elején, tehát 1919-20, még a 20-as évek közepéig is viszonylag vegyes volt, tehát voltak benne fajvédő legitimisták is, mint a Szmrecsányi György, akiről szó esik a könyvben, de ez a kép legkésőbb a 20-as évek végére, 30-as évek elejére kitisztul, és alapvetően azok lesznek legitimisták, akik nem csak az uralkodót, Habsburg Ottót tartják kívánatosnak, hanem magát a monarchiának a polgári liberális berendezkedését is. Ez a kettő egyébként nehezen választható el egymástól. És el kellene dönteni akkor, hogy most itt hova állunk. Hogyha azt nézzük, hogy a monarchia egyébként felvállalt konfliktusokat az apostoli szentszékkel is, mert ez a polgári házasság, ez nem volt a Vatikán vágyai szerint való dolog volt, Mindszentynek be kellett volna állni a Vatikán oldalára ebben az ügyben, és nyilván be is állt. De tehát ő nem volt feltétel nélkül annak a híve, amit maga a úgymond a 1918 előtti rendszer jelentett. Erre akartam csak célozni. De aztán, és ezt is sokan mondják az ő védelmében, mégiscsak az történt, hogy a nyilasok ugyanúgy letartóztatják, mint például a legitimistákat. Nyilvánvaló, hogy nem rokon szembezett a nyilasokkal, a nemzeti szocialistákkal, és ez, mondják sokan, mégiscsak azt igazolja, hogy a
hogy jó oldalon állt a legnehezebb pillanatokban a letartóztatás ténye? Biztos, hogy az mellette szól, hogy a nyilasokkal felvállalt konfliktust, és egyébként ő viszonylag korán fellépett már a nyilasokkal szemben, mert hogy alapvető veszélynek tartotta egyházi szempontból is, ugyanis a nyilas párt egy ilyen kommunista pártnak tűnt számára, nem alaptalanul, és egy komoly konkurenciát látott benne a keresztény pártokkal szemben. Tehát erre több oka is volt, hogy a nyilasokat ne szeresse, de hát azt gondolom, hogy azért meg kell nézni, hogy mi volt a pozitív programja. És a pozitív programnál viszont akkor ott jönnek a problémák, ami miatt önmagában a nyilasokkal való azonosulás hiánya még nem elég ahhoz, hogy valaki első számú politikai példakép legyen. Akkor nézzük akkor a 45 utáni szerepét. Az ugye nyilvánvaló tény, hogy Mindszenty a kommunizmus áldozata, akit megkínoztak, bebörtönöztek, sokak szerint ő a rendíthetetlenség és a megvesztegethetetlenségnek a jelképe, és ez a lényeg, te pedig azt írod, hogy tulajdonképpen ő volt a kommunisták számára az ideális ellenség, és ez már Rákosi alatt is így volt, és ő így is fogadta el a szerepét, és hogy ezzel, mondod, sokat ártott az egyházának és a demokratikus pártoknak is. Hogy érted ezt pontosan? Egyrészt úgy értem, hogy maga Mindszenty volt az, aki csak azzal a feltétellel vállalta volna a Demokrata Néppárt támogatását, hogyha ő egy az egybe kézire vezérelheti a Demokrata Párt komplett sajtóját, illetve hogyha ő szervezheti meg magát ezt a pártot. Na most a probléma az, hogy a Demokrata Néppárt nem egy csupán katolikus párt volt, ebbe voltak reformátusok, evangélikusok, meg voltak olyanok, akiknek a vallás nem volt egy annyira fontos kérdés. Ez volt 1947-ben a legnagyobb ellenzéki erő, amelyeket a kommunista párt nem is tudott annyira infiltrálni. Az, hogy a Demokrata Néppárt nem tudott jobb választási eredményt elérni, mint amit elért, az részben Mindszentynek is köszönhető, úgymond, hiszen megvonta ettől a támogatását, és kérdés, hogy egyáltalán egy magyar egyházi vezető jogosult-e arra, hogy egy politikai párt teljes sajtóját kézi vezérelje? Már pedig neki ez volt a feltétel. Ő azt mondta, hogy ő akarja kinevezni az összes olyan szemét, aki a párt sajtóját irányítja. Szerintem ez egy szereptévesztés. Plusz még rosszat tett az ügynek, mert hogy mindenkit, aki nem Mindszenty vallási nézeteit osztotta, annak minimum gyomorgörcsöt okozott, és szerintem nem ez volt a legfontosabb abban az igen válságos politikai helyzetben 1947-ben, hogy csak is és kizárólag katolikus alapon lehessen megszervezni egy olyan pártot, amelyik nem fekszik le a kommunistáknak. Tehát egy sokkal szélesebb szövetségi politikát kellett volna folytatni. Más kérdés, és ezt felvethetik a kritikusok, hogyha Mindszenty olyan lett volna, mint a kisangyal, és mindenkivel kooperál, akkor mi történt volna másképp? Erre az a válaszom, hogy a kommunisták nyilván ugyanúgy átvették volna a hatalmat, de Mindszenty nem sértett volna meg egy csomó embert. Tehát ő Barankovics Istvántól kezdve annak a kornak számos politikusát megalázta, olyanokat, akik politikai szövetségesei voltak, és akkor itt jön a négy alapvető erény, meg a hitremény szeretet, hogy akkor ezt hogy tartotta ő be Barankovicssal szemben? Mértékletesség. Szó sincs mértékletességről, mértéktelenségről van szó nála. Vagy hát, hogy mondjam, politikai szempontból meg egyfajta szűklátókörűség, hogy ami, hogy mondjam, nem bűn, de politikai értelemben hiba. Viszont erre már céloztál, és jól lenne erről beszélnénk egy kicsit, ami talán több, mint szűklátókörűség, hanem valami hát elég jelentős szereptévesztés, hogy ő az ország első számú zászlós urának tekintette magát, akinek joga van kormányt kinevezni. Ez miért sarkalatos kérdés már az 50-es években? Mert hogy előtte, amikor akár ennek súlya lehetett volna, azt értem, tehát, hogy ő haláláig tévesen értelmezte a saját közjogi szerepét. Ennek a kommunizmus alatt miért van olyan jelentős szerepe? Ennek azért van óriási szerepe, mert hogy ez a tévképzete
térítette el a valós feladataitól. Tehát amennyiben ő hű lett volna az egyházhoz, tényleg, akkor nem helyez politikai feladatokat az egyházi feladatai elé. Amennyiben az egyházi feladatait látja el, akkor viszont nem marad az amerikai követségen, hanem kimegy. És vezeti az egyházát, amelyet nem vezetett, hanem magára hagyott. És hogyha nincs pásztor, szétszalad anyáj, tehát itt a pártállami állambiztonság azt csinált ezekkel a püspökökkel vezető nélkül, amit tulajdonképpen akart. Mindszenti nem volt ott, és gyakorlatilag majdnem minden püspököt terrorizálni tudtak, előbb-utóbb beszerveztek, és az egyházat saját szövetségesükké tették. Ez nem volt szükségszerű. Tehát Márton Áron ismét egy jó ellenpélda. Márton Áront is megkínozták, azonban egy idő után... Ez időben gyulafehérvári püspök. Így van, gyulafehérvári püspök, és őt aztán tulajdonképpen házi őrizetben tartották Gyulafehérváron, de ezt a helyzetet is ki tudta használni arra, hogy kommunikáljon az egyházával, és egy nap alatt felszámolta a román békepapi mozgalmat. Egy nap alatt. Mert volt egy akkora tekintélye, hogy senki nem mert vele szembe menni, megjegyzem, az egyházban eleve az egy tekintélyelvű, nem demokratikus szervezet, és nem is várható el tőle. Ha Mindszenty József azt mondta volna egy házi őrizetben, már pedig nincs békepapi mozgalom, kiléptek, akkor senkinek nem lett volna módja katolikus papként arra, hogy bennmaradt, illetve akkor a pártállamnak kellett volna egy külön kompatibilis másik katolikus egyházat szervezni, de ha ezt teszi, akkor annyira kilógott volna a lóláb, hogy egy Rómától független úgymond úgynevezett katolikus egyház jön létre Magyarországon, hiszen ez egy fogalmi ellentmondás attól katolikus, hogy egyetemes, tehát és hogy Róma irányítja, hogy ezzel a pártállam csak kudarcokat tudott volna bezsebelni. Egyébként ezt a románok meg is próbálták, és nekik nem is sikerült talán Márton Áron miatt, de most nem róla beszélünk. Fejérdi András, akivel vitatkoztál is, azt mondja, hogy Mindszenty jelenléte a kommunista Magyarországon még rabságban is éppenséggel fékezte a kollaboránsokat, és bátorságot adott a rendszerrel szemben ellenállóknak, te pedig ugye azt állítod, hogy éppen ő kergette az egyházat valamilyen módon a békepapi mozgalom kollaboráns szerepébe. Te miért jutsz ugyanabból a premisszából, hogy ő ott van fogságban, aztán később az amerikai követségen, egy teljesen más konklúzióra? Szerintem ez egy egyszerű logikai kérdés. Amennyiben azt feltételezzük, hogy Mindszenty jelent valamit az embereknek, és a tevékenységével, kitartásával üzen, akkor mennyivel hatékonyabb ez az üzenet akkor, hogyha kommunikálni tud a hívek egy részével, mint úgy, hogy hermetikusan el van zárva egy olyan követségi épületbe, ahol még csak le se lehet fotózni. Tehát Mindszentyről a magyar lakosság az égvilágon semmit nem tudhatott, mivel az amerikai követség talán harmadik emeletén egy lakosztályban élt, semmilyen módon nem kommunikálhatott senkivel. Ehhez képest, hogyha ő kijön még akkor is, hogyha a házi őrizetbe tartják, kommunikált volna emberekkel, sokkal több információ jött volna ki tőle, és ez sokkal, de sokkal nagyobb tartást tudott volna adni, mert hát nyilván nem tört volna akkor sem meg. Tehát a Fejérdi... Ő azért választotta ezt, hogy várta a pillanatot, hogy ő kinevezhesse a magyar kormányt? Hát ez volt, igen. A saját állítása, amikor felmerült, hogy ő miért van még mindig a követségen, már pedig ezt a kérdést fel kellett tennie neki saját magának is, akkor mindig ez volt az indoklás, hogy majd neki kell kineveznie a független demokratikus kormányt. Tehát ha rajta múlik, akkor ő 1989-ig ezek szerint a követségen maradt volna. Azért érdekes ez, mert egy kicsit ugyanazt mondod ezzel, mint a Kádár rendszer bíborosa Paskai László, aki azt mondta, hogy hát Mindszentynek ez a hajlíthatatlanság az egy elszigetelt jelenség volt, de hát szerencsére az egyház az nem így működött, hanem békére törekedett az állammal, és hát ennek mennyi gyümölcse volt. Hát én nem egészen ugyanazt mondom, mint a Paskai, mert hogy én nem állítom azt, hogy békére kellett volna törekedni az állammal. Ellenkezőleg... Hát a megítélésetek, ő ennek örült, te nem örülsz, de a logika az ugyanaz, hogy hiszen ő egy el volt szigetelve, és ezért az egyház egy másik úton járt. Igen, de ha Mindszenty kijött volna, akkor
az egyház nem tudott volna másik úton járni. És akkor a szegény paskainak is be kellett volna állni a sorba, mert Mindszenti, hogy is mondjam, megregulázta volna akkor, amikor észreveszi azt, hogy olyanokat mond, hogy a kis tagok is lehetnek hívő emberek, és hogy a hat kötelezettséggel semmi probléma nincs, és nem szabad megtagadni a katonai szolgálatot a szocializmusban. Akkor szerintem ezért ennek következményei lettek volna, amennyiben Mindszenti ezeket meghallja. De arról is írsz, hogy egy idő után, nem is túl későn, az ő személye egyre terhesebb volt a Vatikánnak is, már hogy a követségi szeparáció idején. Mások pedig pont azzal érvelnek, hogy ez éppenséggel igazolhatja is őt, hogy ő másként próbált politizálni, mint a Vatikán. Hát például ugye Bulányi György személyes terhes volt a Vatikánnak, mégis igaz embernek gondoljuk. Tehát, hogy ez önmagában, hogy ő másképp visel, ez nem probléma. Hát az, hogy nyilván nem feltétlenül a Vatikánnál van minden esetben a bölcsek köve, és lehet kritizálni a Vatikánnak a keleti politikáját, de hát nézzük ezt az eredmények oldaláról. Mi volt annak a haszna, meg a kára, hogy Mindszenty József bemaradt az amerikai követségen? A haszon ugye az az állítás, hogy példakép tudott lenni. A válaszom ugye az, hogy sokkal nagyobb példakép tudott volna lenni akkor, hogyha hallják is azt, amit mond, mert így nem hallott senki semmit róla meg tőle. Úgyhogy nehezen tudom ezt igazából értelmezni így. Végülis miért hagyta el a nagykövetséget? Somorjai Ádámnak van egy ezzel kapcsolatos írása, és ő deduktív módon arra jut, hogy valójában az az ügy, amivel őt ki lehetett csalogatni a követségről, az az emlékiratai voltak. Nevezetesen ő attól rettegett, hogy ha meghal a követségen, és ezek az emlékiratok ott maradnak, akkor azokat el fogják majd zárni, és nem jelenhetnek meg. És az egyetlen egy reménye az emlékiratok volt, hogyha nem is történik már semmi, ezeknek az emlékiratoknak meg kell jelennie. És mivel különböző forrásokból kapott olyan sugallatokat, hogy amennyiben ezt szeretné, akkor el kell hagynia a követséget, ezért vállalkozott igazából erre az emlékiratok miatt. És itt is látszik, amikor egy politikai elképzelés felülírja az egyházi kötelmeket, az egyházi feladatokat, ami egyházi szempontból egyébként megengedhetetlen. És itt meg konkrétan egy hiba volt, mert nagyon fontos szöveg a Mindszenty emlékiratok, de nem ennek kellett volna eldöntenie azt, hogy a követségen belül vagy kívül marad. De vége felé még pár kérdés muszáj feltennem. Talán a legsúlyosabb az, ami nem is feltétlenül történészi megközelítés, amikor Mindszenty személyiség zavaráról vagy személyiség zavarairól írsz. Ez ugye főképpen az idősebb kori levelei alapján állítod, visszavetíthető ez az aktív főpapi éveire. Ugye az, hogy Mindszenty idős korában mentális problémákkal küzdködhetett, vagy pusztán a bezártságból eredő leszűkült tudatállapot, ezt a kritikusaid is elismeri. De hogy szerintük ez őt korábban nem jellemezte. Hát annyira biztos, hogy nem, mint később, de én nem is azzal kritizálom őt 1948 előtti viselkedését, illetően ne lett volna beszámítható, én ilyet egyáltalán nem állítok. Én csak azt állítom, hogy rossz politikai döntéseket hozott, és ezen a rossz politikai döntések eredője minden esetben ugyanaz volt, az, hogy magának politikai szerepet vindikált, félreértette a saját szerepét, tehát bármekkora is az interpretációs szabadság, azért, mert a 18-19. Században egy katolikus főpap adott esetben közjogi funkciókkal is bírt, nem mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy közjogi funkciókkal bírt 1945 után, mert nem bírt. És ez egy anakronizmus, független tulajdonképpen, vagy lehet, hogy mindig is beszűkült tudatállapota volt. Nagyon nehéz eldönteni, ha elolvassuk mondjuk azt az 1920-as brosúrát, amiben a destruktív sajtót szidalmazza. Érthetetlen igazából nekem, hogy ezt az embert hogyan vehették komolyan korábban. Tehát ezt a kérdést
Ezt többször feltettem magamnak, először a Paksi Zoltán kollégám mondta nagyon találóan, hogy hogy lehet, hogy a Mindszentit már a 20-as években egyetem bárki komolyan vette. És az, hogy ez egy probléma, ez egyébként 44-46 között még egyszer kiderül, mert az egyháznak sok jelöltje lesz aztán mind a veszprémi püspöki székre, mind az esztergomi primási posztra, és Mindszenty az első körben nem az első számú jelölt. Tehát, hogy nagyon súlyos kifogások fogalmazódnak meg vele szemben, és igazából egy fatális történelmi véletlenek sorozata az, hogy aztán ő lett először veszprémi püspök, mert nem kellett volna lennie, és hogy aztán később ő lett esztergomi érsek, ennek se kellett volna lennie. Csak hát a kínálat se volt, hogy is mondjam, olyan óriási. De ha jól emlékszem, a veszprémi esetben ő a 6. helyen volt a 6-ból, amikor azon ment a lamentálás, hogy ki is legyen. Csak ugye Mikes püspök, aki őt nagyon szerette, nagyon hatékonyan tudott lobbizni mellette. Akkor így a legvégén, ahogy eddig itt a advokátus diaboliként az ellenérveket soroltam, most fordítsuk meg, és hogyha azt kérném tőled, hogy sorolt fel Mindszenty legfontosabb erényeit, pozitív vonásait, akkor ezek mik lennének? Az a baj, hogy ezek az erények mindig valahol be vannak kenődve a hibákkal. Tehát ha azt mondom, hogy a legnagyobb erénye az álhatatosság, akkor rögtön az lesz erre a másik megállapításom, hogy a hibáihoz volt a leginkább álhatatos, azokat tartotta fenn a legnagyobb eréllyel. Hogyha azt mondom, hogy mégiscsak milyen imponáló, szép hite volt, de mibe hitt? Egy emberi szempontból a legszebb dolog a szeretet, megjegyzem, hit, remény, szeretet. A szeretetet, mint olyat, ezt Mindszentynél nem olyan egyszerű megtalálni. A Mindszenty Alapítványnak bizonyára sokkal könnyebb, mint nekem. Én küzdöttem ezzel, és itt be is kell vallanom, hogy nagyon nehéz volt ezt az embert egy történelmi vizsgálódás tárgyaként tekinteni, mert nyilván bennem is érzelmeket kelt, és nagyon, nagyon nehéz volt empatikusan viszonyulni hozzá. De hát ezzel én sokat dolgoztam, biztos nem lett tökéletes ez a megoldás, pont ezért is olvasták el sokan olyanok, akik ezzel a könyvvel nem értenek egyet, és emiatt sok mindent aztán át is írtam. De én nem tudok igazából mondani egyetlen egy olyan tulajdonságot sem, aminek olyan önfeledten és őszintén tudnék örülni. Apor Vilmosnál, Zadravec Istvánnál, Márton Áronnál sokkal egyszerűbb ez az egész. És pontosan ezért tartom egy botránynak, hogy miközben vannak szentjeink, vannak olyan emberek, akikre az is felnézhet egyébként, aki nem katolikus, akik szerethetőek, akik megrendítő életúttal rendelkeznek, ráadásul egy fejlődéstörténetet, egy pozitív fejlődéstörténetet is fel tudnak mutatni. Itt van ez az ember, ahol az egész igazából szerintem egy tragédia. Ez végszónak is jó, azt hiszem. Köszönöm szépen.